Na. Jaj. Azt mondja, hogy kaptam egy e-mailt. Hoppá. Na. De nem tudom, hogy ez kicsoda. Kaptam egy e-mailt. Nem tudhatom. Ilyet. De egy pasitól. Na, így pasitól érdekes. Kaptam, kérlek szépen, azt mondja, hogy szeretne velem találkozni. Na, ez már a társközvetítés? Jól érzi, nem társközvetítés, mert teljesen máshonnan jött, nem is értem. Jött egy levél az e-mail címemre, amin eléggé meglepődtem, mert hát egy ismeretlen küldte, és így nem egészen értettem, hogy egy ismeretlen, hogy jut el az én e-mail címemig. Na most egy idegennel találkoznak? Ír egy e-mailt és találkoznak? Hát figyelj, szerintem próba szerencse. Gondolod? Abszolút. De te találkoznál egy idegennel? Én simán. Komolyan? Persze. Hát végül is először minden kapcsolat úgy kezdődik, hogy nem ismerik egymást. Jó napot! Jó estét! Schneider névre lett aztán foglalva. Hátul a kis terembe foglaltunk önöknek. Köszönöm. Igazából nem vártam tőle különösebbet, tehát nem szövögettem ilyen nagy álmokat, hogy most meg fog jelenni a Királyfi fehér lón, és innentől kezdve megoldódik az életem, és minden jó lesz, és csodálatos. Zsuzsi, szia! Képzeld, itt vagyok ezen a helyen, ahova megbeszéltük. Igen? Ezt a találkozót, mert ez meg sehol semmi, senki. Ha-ha-ha, hát nekem azért ennyire nem vicces. Azért kicsit ideges vagyok. Mire rászánom magam valami találkozóra, erre sehol semmi? Hát ezt nem is értem komolyan. Ez nem jött be ez az anonim dolog. Mondtam, basszus, és mi ott vagy, és semmi? Nem hív? Semmi. Üzenetet csak küldött? Semmi, sehol senki. Akkor gyere el! Na még szép, hogy elmegyek. Hát, körülbelül itt se voltam, tehát úgy megyek el, mintha itt se lettem volna, szerintem. Na jó van. Nem kell, majd találkozunk otthon. Jó? Na, levezetem a feszültségem. Na, jó van, jövök. Na, te is. Puszi. Hello, hello, hello. Na mi van már? Hol vagy már? A vérnyomásomat mérem. Nem szálltam le a buszról, nyugi, jövök. Gyere már, mert szerintem fönn van a plafonon. Lehet, hogy mire ide érsz, már leesek az ágyról. Na siessél, mert olyan ideges vagyok, megőrülök. Na gyere, hello, hello. Puszi. Az elmúlt időszak az nem volt éppen egyszerű, úgyhogy elég volt ehhez egy ilyen kis lökés, és már is az egekben volt a vérnyomásom. Gyere, nyitva van! Na, hello! Gyere! Hol vagy? Mi van? Nem vagy jól? Hát nem egészen. Így is mondhatjuk. De mi történt? Meg azt is mondhatjuk, hogy hol vagyok. 165/110 volt a vérnyomásom. Úristen! Én már éreztem a szememben, hogy valami nem stimmel. Tényleg, mire a Zsuzsi megérkezett, addigra már úgy eléggé rosszul voltam, meg egy barátnőmet is felhívtam, hogy most mit csináljak, mert nem volt több ilyen gyógyszerem, amit a nyelvem alá kell tenni. No.
Úristen, még mindig 170 per száz. Mi? 170? Igen. Nem, az most... Úristen, basszus, följebb men. Ó, 169 per 100. Hát ez nagyon jó, megy egyre följebb. Mi az előbb mennyi volt? Közöbb 165. Oh. Hozzak még egy pohár vizet, hát többet nem megyek ilyen, nem, így fekszem egy kicsit inkább. Hát ilyet? Mesélj. Hát ülök az étterem, és nem jött el. Ki ez a megveszekedett barom? Na hát, befejeztem ezt az anonim randizgatást. Jó, de ne haragudj, én csak jót akartam valójában. Mert neked ehhez mi közöd van? Hát aztán neked ehhez mi közöd van? Zsuzsi? Hát valójában csak gondoltam, hogy egy picit meggyorsítom az eseményeket, és van egy tök helyes srác. Te intézted? Hát... Csak így megkérdeztem, hogy lenne kedve valakivel találkozni, de nem mondtam neki semmit, tehát nem tudja, hogy rólad van szó. Eléggé rosszul éreztem magam, és tényleg jó, akkor már picit így lenyugodtam, de azért nagyon bosszantott a dolog. Ne haragudj. Hova kéred? Csak hogy ne rögtön. Kicsit szenvedjél. Na jó, ezt befejeztem, úgyhogy de ne haragudj, ezzel biztos, hogy soha többet. Oké, akkor én most innentől kezdve inkább a profikra bízom, jó? Semmi barátnő meg ismerős. Innentől kezdve elég volt. Köszi. Na, nyugodj. Akkor most pihenek tovább. Pihenjél. És majd a táskazatitől. Gyere, akkor ezt... Olvasd el, cica! A kis ujjacskádat felrögtöd, de is... Miért? Maci, de mi? Cicuka! Édesem, nincs kedved tanulni? Nincs. Menjünk valahova el? Igen, menjünk ki szépen a kis friss levegőre egy picit, és kocsival elvigyelek valahova, meglepire. Mocsi. Na jó, gyere. Fölösleges lett volna erőltetni. Hogyha nagyon fáradt, akkor nincs értelme szerintem. Jó, Istenem. Gyere, kis cicabogyó. Jaj. Hát fogok esni az asztalon kicsit. Jaj. Na, gyere. Babika? Nem volt kedved tanulni kicsit? Nem. Miért? Fáradt vagy? Igen? Akkor most tartunk egy ilyen jó kis mamis-babis napot, jó? Oké? Csak ketten leszünk és kitalálunk jó kis programokat, jó? Például én most azt találtam ki, hogy elmegyünk egy jó kis helyre, ahol van egy csomó játék. Jó? Tényleg nem akartam erőltetni, úgyhogy azért találtam ki azt, hogy inkább menjünk el valahova, legyünk együtt egész nap, és akkor most hagyjuk egy kicsit a tanulást. Te mit szeretnél? Állatokhoz menni. Állatokhoz menni, kicsi. Mit szeretnél? Milyen állatokat szeretnél nézni? Kutya. Kutyákat? Kis kutyákat szeretnél nézni? Tényleg? Hát, jó. Akkor gondolkozom, hogy hol tudnánk aztán majd kis kutyákat nézni, jó, Maci? Jó. Jó? Jó. Szeretném. Megnézzünk valamit. Annyira jók ezek a dolgok. Szerintem nagyon érdekesek. Mindjárt megtalálunk valami jót. Mondjuk, melyiket nézzük meg? Nem. Ezt megnézzük? Hát, megnézzük. Megnézzük ezt a... Nem tudom, ezek ilyen zongora billentyűnek kinéző valamit. Na, mit kell csinálni? Tetszés szerint hangtól indulva sorra nyomd le az egymás után következő billentyűket. Ezen a kerek zongorán menj körbe, akár többször is keresd meg a legmagasabb hangot. Találsz ilyet? Na? Keresd meg te! Nem csak a gyerekek figyelmét köti le, hanem a felnőttek is azonnal gyereké válnak. De furcsa! Gyere, lögd meg! Lögd meg! Ide, gyere közel, mert olyan furcsa érzés, amikor itt lögd meg. Lögd meg! Ugye milyen rossz? Olyan furcsa, hogy nem tudod, hogy most... De jó! Mert ez teljesen görbe, ez meg egyenes, és mégis átmegy rajta. Milyen érdekes, nem? De jó!
Babi figyelmét is azért lekötötte egy ideig, de azt gondoltam, hogy azért hosszabb időt fogunk ott tölteni, de ő már nagyon szeretett volna menni inkább szabadba kutyázni. Na jó, most már elég volt, menjünk a kutyákhoz. Biztos, Babi? Menjünk a kutyákhoz? Jó, menjünk. No. Biztos? Biztos! Na, babóca, mindjárt odaérkezünk a menhelyre. Azért gondoltam, hogy egy menhelyre elhoznak téged, mert látnod kell, hogy vannak olyan felelőtlen emberek, akik a kutyákról nem gondoskodnak eléggé, és van, aki még a kocsijából is kiteszi, és akkor ide kerülnek ezek a kis kutyák, és itt nem jó nekik, és nincsen gazdájuk. És azért nem szabad felelőtlenül kutyát vásárolni. Próbálom vele mindig is megértetni, hogy egy állatról gondoskodni kell, tehát azért pedig nem veszünk egy kutyát, hogy simogassuk pár hétig, hónapig, és utána meg tovább adunk rajta. Nézd oda is! Úgy, mit csinálsz te? Integetsz? Szevasz! Integettél? Menő, ilyen cuki, néz. Hello! Nagyon édes! Jó, itt vannak a picik! Csepes! Hogy integettél? Ó, de édes vagy! Na? Hát téged erre... És hogy került ide? Budaösen találtuk. Hát erre megtanították, az biztos. Nincs meg a gazdája. Nincs meg? Nincs. De jó lenne, ha most megkerülne, nem, Babi? Annyira sajnáltam, hogy őt is, meg a gazdiát, mert én szerintem ő nem az, akit kitettek, hanem ő elkoborolhatott. Volt rajta egy hám egyébként, amikor megtalálták. Jaj, de édes. Na, remélem megtaláljuk a gazdidat. Képzeld, hogy pár hete tűnt el Budaörsön. Kis csúcsa. Igen, és tudja, hogy hiányzol nagyon a gazdidnak, biztos. Igen. Én is nagyon örülnék neki, hogyha lenne egy kis állatunk, de tényleg tudom, hogy egy kutyáról igenis gondoskodni kell, és sokat kell vele lenni, és hát egyszerűen fizikai lehetetlenség. Remélem megtaláljuk a családodat, kis baba kutya. Jó? Na gyere visszük. Jó? Oké? Okay. Jó. Szomorú vagy? Nem. Biztos? Biztos. Jaj, nehogy nekem most szomorú legyél, hogy nem visszük el. Halló? Halló, szia Zsuzsi! Jókor hívlak? Figyelj Zsuzsi, itt vagyok a közelben, felugorhatok hozzád, mert van egy nagyon jó kis hírem. Hát nem tudom, hogy jó-e, de... De fontos. Hát majd azt személyesen, nem mondom, mert ne legyél kíváncsi, mert hamar megöregszel. Jobban szeretek személyesen beszélgetni, de hát meg azért is rohanok mindig a Zsuzsihoz, hogyha van valami, és mondjuk mind a ketten ráírunk. Mindjárt ott vagyok, tényleg itt vagyok. 5 percem belül szerintem nálad. Jó? Jó. Oké, okay, szia, jövök. Puszi. Hello. Szia. Na mi ez a nagy hír, gyere? Nagy hír, nagy hír, hát... Jó hír, rossz hír. Hát, majd az élet meghozza a választ erre. A Zsuzsinak is voltak nagyon nehéz időszakai az életében, és hát természetesen ebbe is erősen szerepet játszottak a férfiak, és nagyon sokat hát sírdogáltunk, panaszkodtunk egymásnak, és éppen ezért alakult ki az, hogy végül is, hogyha valamilyen férfi üggyel kapcsolatos hír van, akkor hívom a Zsuzsit, és akkor elmondom neki. Voltam a Milovikinél edzésem. Na és, hogy haladsz? Hát jó, hát haladni, jól haladok. Ugye elkezdtünk bekeményíteni most már, és... Na hát mindjárt rögtön ő is ajánlott valakit, persze, természetesen, persze. Na, mesélj. Mindjárt is lett egy ismerős, aki szerintem ilyen jó lenne nekem, igen. Úgyhogy azt mondta, hogy megadja a számomat, mert hogy ő nem mer engem fölhívni. Uh-huh. És hát aztán végül is fölhívott, megadta a számomat. Uh-huh. Na de most az meg milyen feeling, pasi, már érted, aki nem mer elkérni. Jó, de a számomat. Hát, mi nem jött oda hozzám a teremben, vagy bármi? Hát jó, a végén fölhívott, igen. Na és milyen? Tetszik? Nem találkoztam vele. Hát most a hangja, hogy milyen, az egy dolog. Ugye ott volt a probléma, hogy ott voltam ilyen talpi feketében, majdnem, hogy ilyen gyászruhában lettem volna. Hát ilyen első randira semmiképpen nem lehet ugye így elmenni. Gyere, nézzük neked valami ruhát. Nincs semmi ruha, gyere, semmi. Gyere, nézz, csak mutatok valamit, egy-két ruhát, gyere, felpróbálunk. Nem már. És csak? Ó. De nem akarok menni. Na gyere. Ez mit szólsz? Hát a ruha az jó. A ruha az tök jó. Csak tök jó lesz. Elmenni. De hogy nem. Tadám! Wow, nagyon jó. Lehet valami jobb a színterápiában, mert most már jobban érzem magam. Nagyon jó, na ugye jó. Pirosban, mint a feketében, aha, tök jó. Na, gyerünk egy kis smink, gyorsan, csináljuk meg a hajad.
Ugye láttam, hogy milyen kis szét csinál ez a ruha, hát akkor esetleg ezt így meg kéne valakinek mutatni. Úgyhogy akkor már így jobb kedvel azt mondtam, hogy na jó, akkor vágjunk bele. Kíváncsi leszek nagyon. Na, egyesem csak, jó? De ez legalább tudja, hogy ki vagyok. Reméljük ott lesz. Csak nem teszi meg, hogy nem jön el. Na tegyél egy kis rúst. Na akkor Vikit megfojtom. Na én megúsztam. Nem biztos? Hát tényleg. Na. Jó? Na jól nézel ki nagyon. Hát akkor... Irány, surány, nagyon jó. Jó lesz, na. Hogy hozom a kabátomat. Kisminkeltem magam egy kicsit, megcsináltam a hajamat, ott volt már rajtam a szép ruha, ugye a Zsuzsics biztatott. Így. Szuper! Na, ügyes legyél. Szurkolok nagyon. Biztos menjek. Biztos, gyerünk. Szia! Így abban a pillanatban, amikor így beragadt a lift, akkor hirtelen még nem ijedtem meg, mert előfordult ez már máskor is, viszont ugye az ember ott egy picit nyomkodja a gombokat, és akkor elindul. Na most nyomkodhattam én akármilyen gombot, mert nem indult el. Oda volt írva, hogy meg kell nyomni azt a vészcsengőt, és akkor valóban kapcsolnak valami központba is, akkor onnan majd küldik rögtön a szerelőt. Na, nyomtam, ott se vették föl. Vegyék már fel. Zsuzsi. Már fel. Igen, halló, Zsuzsi, hol halló. Voltál? Miért nem vetted fel? Hú, nem hallak. Miért nem vetted fel? Halló? Hol vagy? Beragadtam a liftbe, gyere már valahova, nem tudom. Liftbe? Igen, és azt sem tudom, hogy a hányadikon vagyok. Nem veszik fel a szerelők se, itt le van írva egy leírás, hogy kit hívja. De várjál, hallasz? Tessék? Várjál, akkor hallak, itt vagy? Itt hallasz itt valamit? Van? Én itt vagyok. Akkor várjál, leteszem, mert hallak innen is. Halló, itt vagy? Itt vagyok. Basszus, beragadtam. De várjál, nyomtad a csengőt. Ott kéne lennem a randin. Hallod, megnyomtad a csengőt? Megnyomtam, mert csomót nyomogattam, és nem veszi fel senki. És ráadásul klaustrofóbiás vagyok. Jó, nyugi, biztos fognak jelentkezni, jó? Nyom meg még egyszer a csengőt. De csinálj már valamit. Várjál, megnyomom, hátha. Nyomjad még, gyor, erősebben nyomjad, hosszan. De egyszer vagy sokat? Te így folyamatosan nyomd. Kösz. Itt vagy? Azt mondja, őrizzem meg a nyugalmamat, kösz, nincsen. Jó, nyugi, nyugi, hallod? Nyugi. De itt nem vagyok. Bírom. Mit csinálsz? Hát leültem, mert nem bírom, meg klausztrofóbiás vagyok. Úristen! Most menni fogok itt rohadni? Nyugi, mindjárt fognak jönni, jó? Zsuzsi! Nyugodj meg egy picit! Csinálj már valamit! Próbálkozom! Látod, a jóisten is azt akarja, hogy erre a randira se tudjak elmenni! Jó, most akkor ne foglalkozz a randival, meg fog várni ez az illető, ha nagyon akarja. Várj egy picit, légy nyugodt, telefonálok, jó? Megpróbálok felvinni valakit. Jó? Reszkedtem, meg vacogtam ott le kucorodva, és... Csak izgultam, hogy akkor jöjjenek már minél hamarabb, és valaki mentsen már ki innen. Hívtam a szerelőket, nyugi! Hallasz? Igen. Nem sokára megérkeznek, sikerült telefonálnom. Jó?
Igen. Jó, most már nyugodj meg, pár perc, és itt vannak. Ilyenkor így elszáll az embernek az időérzéke, és csak azt érzi, hogy úristen, már hihetetlen régen itt vagyok, és akkor közben pedig mondjuk csak pár perc telik el. Pillanat, türelmet. Menjenek már ki. Isten, ágyam már meg, hát Jó van, nyugi. Na nem bírom ráadásul a bezártságot, mert tök klausztrofóbiás vagyok. Jó, oké, nyugi, nyugi, gyere vissza, egy kicsit, mamá. Gyere. Soha többet nem megyek egy pasihoz sem. Gyere, nyugodj meg. De ragadt volna. Na, mi ez a rossz hangulat? Na, nincs jó kedvem, már rossz hangulata van a babikának mostanában, mert elmentünk a múltkor egy ilyen állatmenhelyre, és ott találtunk ilyen kis pici kutyát. Kész közben egy kávét? Köszi. Tejjel. Oké. Okay. Ilyen kis gyengét, jó? Elmentünk egy ilyen állatmenhelyre, és akkor ott volt egy ilyen kis pici kis yorkie, akit most vesztettek el ilyen 2 hete, akkor vitték oda, és akkor kivittük megsétáltatni, és ilyen babika ilyen több boldog volt, hogy sétáltatja, stb. Gondolom, rögtön beleszeretett, ugye? Hát persze. És akkor én láttam rajta, tudod, hogy úgy hazaminné, de hát én nem szeretnék kutyát. De nem vagyunk otthon, reggel elmegyünk, este hazamegyünk. De figyelj, ez nem is olyan jó kutyát lakásba, szőrös, állandóan sétáltatni kell, amíg nem szoba tiszta, pisír, de hát rengetegen tartanak kutyát lakásban. Olyan állatot szeretnék, ami mind a kettőnek mondjuk megfelel, tehát nyilván nekem is tetszik, de a Babi is elfogadja. Valaki malacot tart. Malacot. Malacot. Jézusom, Zsuzsi, neked elmentek otthonról szerintem. Mi ez, keksz? Keksz, egy ilyen. A malacot. Malac. Ne hülyeskedj már. Kutyát ne tartsak a lakásomban, mert szőrös, tartsak egy malacot. De aranyos vagy, köszönöm, és egész malacot fölépítek a hálószobában, nem? De figyelj, vannak egészen picik is. Hát ugye lakásban egy disznó, hát azért az elég necces legalábbis szerintem. Zsuzsi. Na, te, ugye? Te zseny mondtam, vagy. Hogy gyere ide, és kitalálunk valamit. Jó, de néha nálad alszik. Nem baj? Szóval mert róla itt tudni. Ja, itt nem, persze, én maradsz, te meg nem maradsz. Én szeretnék állatot. Ja, az igaz. Az igaz. Mekkora egy malac? Ekkora? Nem, figyelj, ez törpe, ilyen nagyon-nagyon picike. Valamelyik nap láttam a tévében, nagyon aranyos. Nyilván én biztos, hogy nem magamnak, az tuti, de hát... Hát mégis egy pasi helyett egy disznó. Na, nézd csak! Na, Muti! Jaj, de cuki! Jaj! Úristen, ne hülyeskedj! Majd ez nagyon jó, gáz! Jó, Istenem! Nagyon gáz! Ez gáz! Hát ez borzasztó! Ez annyira édes, hogy végem van! És én kis jó, ezt nem gondoltam Bonka. Az előbb komolyan! Én már meg igen! Jaj, ne hülyeskedj, akkor inkább ezer szer kutya! Hát milyen füle van! Én már elképzeltem, hogy jó, hogy így pici kis cuki malacot én ott etetgetek, nevelgetem, felnevelem. Hát ez borzasztó. Mennyire cuki? Borzasztó. Hát oda bújna hozzám az ágyba. Istenem, nekem kell egy ilyen. De lehet ilyet Magyarországon is kapni. Remélem nem. Győzködtük egymást, ugye én már akkor a malac ellen, malac mellett érveltem, a Zsuzsi meg ugye már teljes erőbedobással ellene, hogy azért ezt itt tényleg így nem annyira kéne. Halló, tessék! Halló, jó napot kívánok, Bálint Antónia vagyok, és az interneten találtam ezt a telefonszámot, hogy itt ilyen kis törpe malacokat tenyésztenek. Jól tudom? Jó napot kívánok, Katkertina vagyok. Igen, törpemalacokkal foglalkozunk. És azt szeretném megkérdezni, hogy vannak-e most ilyen kis törpemalacok, amiket esetleg meg lehetne nézni? Hát van 3 korosztály is. Jó, akkor oda elszaladunk, jó? És megnézzük. Jó, rendben van. Jó, köszönöm szépen. Jó, viszont hallás. Viszont hallás. Egyet még utoljára ígérd meg, mielőtt bekopogunk. Igen. Gondold meg, jó? Ne hozzuk most el. Jó, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, most megnézzük, az a biztos. Na, én megtől kezdhetem. Csöngő van. Van. Na. Lehet, hogy itt van sincs. Hello, jó napot! Bálint Antónia. Réka Zsuzsanna vagyok. Tegeződjünk, jó? Szerintem az lesz a legegyszerűbb. Hello, szia! Jaj! Úristen! Hűvők, így már így akkor is itt is vannak mindjárt? Jaj, édes Istenem! Hát iszonyatosan édesek voltak egyébként, de többféle méretű malacka volt, tehát a legkisebb, ő még egy ilyen kis kalitkába volt, hát az valóban egy ilyen inciri-pinciri kis finciri kis malacocska volt. Mennyit tudsz róluk? Hát nem sokat. Sokat nem. Leharapják a... Opa!
Leharapják a kezemet? Nem, nyugodtan bátran. Biztos? Cukkogjál nekik, oda hogy fognak hívják menni. Őket? Körte Johnny Füge. Körte? Nézd, már utána kapott. Körte. Utána olvasd el egy kicsit a törpe marasztartásnak? Vagy mondjam. Csak nagyon keveset még egyelőre. Sziasztok, ott adok neki. Pontosan egyet. Úgy kell őket nevelni, mint a gyerekeket. Igen? Hát majdnem úgy néz ki, mint a babi, tényleg mindegyik. Já! A világ harmadik legintelligensebb állata. Igen? Annak minden előnyével és hátrányával. Édes Istenem! Ül szépen a kicsi malac, ül, és már nagyobbak. Ül a füge is, leül szépen, csak fügének csúszik kicsit a lába. Jó van, okos vagy. Te jó. Johnny is ül szépen. Eszembe nem jutott volna, hogy egy malacot egyetem meg lehet tanítani bármire. Forog, forog a baba, forog. Johnny is megfordult, nem hiszem el. Nem tudtad, hogy ilyen okosak? Hát nem, megmondom, hogy Johnny is forog. Ilyen közelségben még nem kerültem egy malaccal. De én nekem annyira megtetszettek az interneten, bár az ilyen kicsi volt. Igen, de tudod, hogy megnőnek, tehát a törpe malac, a malachoz képest törpe. Igen. Szeretnéd a anyukájukat látni? Kicsit gyanakodtam, hogy ez így nő, na jó, de meddig nő? Nézzük a mama malacot, mekkora lesz. Hol van? Szerintem itt van. Jézus, jaj, Mári, Atya, Úristen. Hello! Jézusom! Hát azért Sütike. Hát azért ő nem olyan kicsi. Hát mondtam, telefonban mondtam angol bulldog méretű, ennél kisebb disznó nem létezik a világon. Nem akarok beleszólni. Gondold meg. Én most konkrétan sokkot kaptam, tehát nem őt viszem haza. Na de hogy úristen, akkora lesz. Na de hát, de addigra már megszeretjük. Figyelj, menjünk haza. De én őt már most megszerettem. Nézd, és már nem is fél tőlem. Szia! Jaj, Istenem, de cuki füle van. Hát a Zsuzsi barátnőm az kész, tehát ő teljesen, ő jobban tiltakozott a malac ellen, mint a társközvetítő ellen. Körte! Igen? Figyelj rám, hogy ezt meg kellene gondolnod százszor, mielőtt döntesz. De én már százszor végig gondoltam. Döntöttem. Jó, hát akkor én tiszteletben tartom a döntöttem. Döntésed. Döntöttem, őt szeretném. De pont őt. Igen. Én már eltökéltem magam, hogy nekem kell egy malac. Hát akkor kiválasztottam a legkisebb malacot, hát ha már, akkor kezdjük az elejéről. Mindent leírok, jó. Leírva kapsz meg mindent, mert az ember elfelejti. No. És akkor pontosan. De tényleg komolyan gondolod? Igen. Edd meg. Vagy készülve még egy gyerekre. Milyen, hogy szeretem a csülök pörköltet. Jó Istenem, látod?